ne a egy-két szép Böde Danigollal elindítanánk a szezont, akkor, akkor szerintem nagyon-nagyon beindulhat újból ez a híres paksi támadó futball. hogyha jól elkapnánk a rajtót, most egy jó eredmény a, 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 Puskás Akadémia ellen, egy óriási, azért a Puskás Akadémia is kiváló játékos kelette anyagi háttérrel, stabilitással játszik. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez adhat egy annyi lökést, hogy az, azokat a terveket, az a nemzetközi kupa szereplést idén nagyon-nagyon szeretnénk szurgók, hogyha elérni a csapat. Én nagyon-nagyon bízom több okból kifolyólag is, hogy ez a csapat, ez a szakmai vezetés el fogja érni a, 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 a dobogó minimuma a harmadik fokát. Nagyon-nagyon szeretném, ezért küzd a vezetőség a szerény anyagi környezetben, de annál nagyobb alázattal és szakmai tudással. A koncepció az az lenne, hogy a hazai meccseket azért általában beszoktuk húzni, tehát az, az nagyon fontos lenne, hogy minél kevesebb pontot veszítsünk ide-haza, de most itt belecsúszhat egy-egy azt nem mondom, de ezeket nagyon kellene hozni, a hazai mérkőzéseket, és ha ugyanannyi bravúrt vagy egy kicsivel többet meg tudunk tenni, mint a az őszi pontvadászat idején, már nagyon szép eredmény ki ebből a szezonból senki nem hiszi el ezt most itt Tolna megyébe, hogy akkor mi bajnokok leszünk. Ez a sportban minden megtörténhet, de hát azért mindig a talajon kell járni, és én úgy gondolom, hogy ez a vezetőség, és ez a csapat mindig is a talajon járt, és a talajon is fog járni, tehát ilyen ábrándok nem lehetnek. Ugye mi, hogyha most ugye kezdjük a Puskás Akadémiával, nem egyszer, meg kétszer volt róla, vagy az elmúlt időkben volt olyan mérkőzés, hogy hát jól megszórtuk őket, Hát akkor mondjam azt, hogy, hogy akkor itt a nyitány, hogyha nagyon jól sikerülne, ugye ezt jeleztem az előbb is, de három pontnak nagyon örülnék egy nullal is, vagy egy öngóla, de hogyha nem a Gyuristen egy-két szép böde Dani góllal elindítanánk a szezont, akkor, akkor szerintem nagyon-nagyon beindulhat újból ez a híres paksi támadó futball. Hát jó, ezen el, elgondolkozom, jó, hogyha ha, ha, ha aranyérmes lesz a csapat, akkor ezen elgondolkozom, de nem biztos, hogy jelennék a az első, aki levágná a haját, lehet, hogy, hogy más előbb levágná, hogyha mi ezt a bajnokságot tavasszal is vezetnénk és bajnokok lennénk.